Háromszor is találkozott itt közönséggel az elmúlt napokban, Vásárosnövényben, illetve Máté Szalkán. Milyen élményeket szerzett ott? Nagyon jó élményeket, nagyon jó közösségek voltak. Ezt mindig lehet szinte tapintatni a levegőben, amikor valahova megérkezem, a várakozást, a hangulatot, a visszafogottságot, az oldódást. Ugye mindenki bejön a napi gondjaival, és mindenkinek a fejében zsibong minden ezer dolog, sárga csekk, és munkahelyi mismás, és adóhatáridő, és nem tudom, mindenki úgy jön, hogy valahonnan jön. És amikor aztán ezek az emberek, ez a 100 fejű, vagy akár hát a diákok esetében 400 fejű lény, aki a közönség, egyszer csak valahogy egyé lényegül, vagy valahogy azt lehet érezni, tényleg van egy ilyen csomósodási pontja minden ilyen alkalomnak, hogy most már nem az van a fejükben, hanem együtt vagyunk, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez a lényeg. Minden átadható tudásom, meg nézőpont, nyitogatáson, váltáson túl, mert hogy az irodalom arról szól, hogy én az valaki más, tehát hogy én bele tudok bújni valakinek a fejébe, bele tudok nézni valakinek a világába, akár több száz kilométerre, vagy több ezer évvel odébb is. Ezen túlmenően ez a fajta közösségi élmény az, amire eljön mindenki, hiszen a könyvek kölcsönözhetők, hiszen a könyvek e-bookban olvashatók, a filmek otthon nézhetők, és ennek ellenére az emberek örömmel jönnek. Nyilván a diákok még nagyobb örömmel tanítás helyett, tehát ott nyert pozíciója van az embernek, hogy óra helyett már egy kicsit kevésbé unalmas valami van, az már nagyszerű, de hát őket is be kell vonni, és őket is valahogy részesévé kell tenni a kalandnak, és egyre jobban terjed valahogy az utóbbi években. Én azt tapasztalom, hogy az irodalom az tényleg kaland, meg tényleg utazás, mert nem csak annyi, hogy betűk össze vannak dobálva egy csekély halomba. Önnek miért fontos az, hogy ilyen gyakran találkozon a közönséggel, az olvasókkal, mert hogy nagyon gyakran teszi ezt? Igen, hát évi 150 fellépésem van, és ez egy nagyon szép szám, és hát ez sokkal-sokkal több megkeresésből jön össze, hogy ezt így be tudjuk rendezni így ebben az évet. És hát valóban megtehetném azt, hogy én alkotó művész vagyok, én megcsinálom a könyveket, hátradőlök, az én kézműves tevékenységem véget ért, és hát vegyék-vigyék. Ez egy fontos dolog, szóval én tulajdonképpen, hogy ha a kettő közül választani kéne, akkor nyilván azt választanám, hogy ha nem lehetne írni, amennyiben fellépek, és nem lehetne fellépni, amennyiben írok, akkor azt választanám, hogy természetesen írok, és akkor bedobom a palackpostát, de szerencsére nem kell választani, hogy nem kell arra várni, hogy az utókor mit csinál, vagy mit nem csinál, hiszen az utókor az egy nagy önkényúr, és azt felejt el, és azt vesz elő, akit akar. Én viszont örülök, hogy a korommal párbeszédben állok, mert az irodalom szerintem mindenek előtt párbeszéd, és nem ott kezdődött, ahol egy nagyon poros könyvtárban két nagyon szakállas ember olyan okosakat mond, hogy még maguk sem értik. Nyilván van mindenféle a bölcsészetnek egészen kifinomult ágazata, és én nagyon tudom azt is élvezni, hanem ott kezdődött alapvetően, amikor valaki arra a mitikus kocsmapultra lecsapott, és azt mondta, hogy gyerekek, olyan sztorin van, dobtok mindjárt egy hátast, vagy az a sámán kiosztotta az esőt csináló éneknek a szólamait, hogy te azt fogod, hogy hang, és akkor én meg a változó részeket beledalolom, és tehát amikor a szavak, ugye élet és halál van a szavak hatalmában, mondja a példabeszédek könyve, és tényleg tudjuk, hogy ilyen bőr alá beékelődő tüskeként valaki egyszer azt mondja, hogy mit tudom én, hogy nagy a fejed, vagy azt mondja, hogy te egy kis törpe vagy, vagy azt mondja bármit, tehát, hogy nem tudsz írni, vagy ronda, mit tudom én, a pofát. És akkor ezt őrizzük, és tényleg nyugdíjas korában valaki vissza tudja idézni a napot naptárra pontosan, hogy mikor mondták ezt neki, vagy mikor mondta az édesanyja, hogy ejte egy ilyen komisz vagy. És itt tovább, tehát élet és halál van a szó hatalmában valóban, és ez azt jelenti, hogy élet is van, tehát, hogy nyugodtan adhatunk életet dolgoknak, embereknek, figuráknak, nézőpontoknak. Ugye egy-egy vers, vagy egy-egy történet, az tovább tud menni a fejekben, és ezért vagyok ott, hogy rezgő levegőből épülnek azok a hidak ember és ember között,
ami az irodalomnak egyfajta visszatalálása az ősi feladatához, hogy én mondok neked valamit, és azt nem csak annyit mondok, hogy egy kiló kenyér ennyibe kerül, mert ugye az egy statisztikai minimum a beszédnek, hanem picit hozzáteszek, és amikor azt mondja a kenyérbolti eladód, adja a néninek a két zsömlét egy zacskóba, és azt mondja, hogy aztán tessék vigyázni rájuk, hogyha rosszalkodnak, ültesse őket szét, és nem azt mondja, hogy ennyi a forint, tehát nem szorítkozunk a minimál kommunikációra, ami kicsit megdobjuk, azt ott kezdődik valahol az irodalom, vagy ott kezdődik az, ahol ez a fajta izzás két ember között beindul. Milyen könyve, amin most dolgozik, mind dolgozik versen, prózán, és mikor fog ez megjelenni? Nagy örömöm először is, hogy 2017-ben még megjelent a Szilágyi Őrzsébet e-mailjét megírt a című kötetünk Vörös István kollégámmal, a legszebb magyar versek és az ezekre írott variációinkat, tehát az Ómagyar Mária Siralomtól I és egymondatáig. Aztán tavaly meg az elmúlt 6 lírai évemnek foglalataként megjelent az Emberszabás című könyvem, és egy 3 évig írott regény Levágott fül címmel, ez egy horrorisztikus címmel, és valóban van egy bűnügy is ebben a történetben, azt szervezi az egészet. Most pedig, ha minden igaz, a tavaszra, hát tulajdonképpen már készen van, csak még egy kicsit, hát ugye ez egy szöszölős mesterség az írás, tehát az anyagot agyusztálgatni kell, de a Mindennapra egy sztori című kötetem, amely január 1-től december 31-ig mindennapra egy más-más stílusban íródott kis sztorit tartalmaz. Ezt már az interneten, a Facebookon kipróbáltam az embereken, és nagyon-nagyon szerették követni, hogy minden napra kapnak valami mást. Ez jön ki majd a sajtó alól, tehát, hogy vagy könyvfesztiválra, vagy könyvhétre ebben mindenképpen előállunk, úgyhogy mindenkinek lehet egy saját kis irodalmi kalendárium, és minden napra egy mese, vagy egy történet, egy sztori.